Következő egyórás sportműsorunkban a Bicskei Összadában megrendezett úszóverseny összefoglalóját kísérhetik figyelemmel. Egy kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel osztjuk meg önökkel azt a sok-sok élményt, amelyet összeállításunkkal viszünk az önök lakásából és a részt vett versenyzők évtizedek múlva történő visszaemlékezéséhez adjuk ajándékba az idei résztvevőknek. A verseny megnyitott a Sülyökné Guba Judit, Bicskeváros Önkormányzat Humánőrű Források Bizottság elnökasszonya, aki megköszönte mindenkinek, hogy eljöttek hozzánk ide ebbe a szép városi uszadába. Továbbá méltott a verseny egyre fokozódó érdeklődését. Végezetül kívánt mindenkinek jó versenyzést, a nézőknek pedig jó szurkolást. Na de nézzük most már a versenyt, hiszen nem akarok lemaradni. A kicsik versenyéről sem, ez a nulladik korcsoport részvevői, kettes pályán Tóth, Békevári, Filip Tatáról, hármason Ványi, Nándor, Zsámbékor, négyesen pedig Vasas Bence, Csabdiról, és éme már célba is ért a kettes pályán Ványi, Nándor, 12-10-zel ő az első, második a kettes pályán Tóth, Békevári, Filip, harmadik pedig Vasas Bence lett, éme felirattal segítem az önök tájékoztatását, minél jobban megismerjék versenyzőket, hogy ki hanyadik helyen futott be a célba futamába. És akkor készül a második futam, már be is ugrottak a vízbe, Bab Bennett 60-ról és Fuchs Tétény Bicskéről kettes pályán, Fuchs Tétény hozzánk közelebb, ő úszik kicsit jobban mellúszásban, és célba is ért a 12 méteren, itt már felirat, Fuchs Tétény Bicskéről 15-20-as idővel, Bab Bennettnek az ideje pedig 17-21, ezzel összetettben fölkerült a dobogóra a 60-iak versenyzője, és természetesen nagy az érdeklődés itt az óvodások úszóversenye iránt, hiszen a kis medencét teljesen körbálják a nézők, és mindenki szurkol kiki a maga csemetéjének. Ez pedig már a lányok versenye, egyes pályán Nagy Anna Csenge Tatabányáról, kettesen Iván Árván, Csabdiról, Sztuhár Petra hármason, 61 versenyző és Facula Anna vértesacsáról. Na nézzük kérbe elsőnek, igen, már itt is van Sztuhár Petra, 61 versenyzője, 14-30-al csapott a célba. Második lett a négyes pályán Facula Anna vértesacsáért versenyzője, harmadiknak Nagy Anna Csenge, Tatabánya versenyzőjeért célba, és végül Iván Árván Csabdák versenyzője is célba ért, és íme a puszi jár neki is természetesen az apukától, és majd jöhetne még külön a gratulációk az anyukától. Következő versenyszámhoz készülnek a gyerekek, Kornéli Tiborka, egyes pályán kettesen Bondor Lea Újbarokról, hármason Cink Mirarel Zsámbékról, négyesen Iván Abigail Csabdiról, és már itt van, oly de nagy hajrá volt, itt célfotó is alig bírta eldönteni bizony, hogy kiért célba, de itt a végeredmény, Cink, Mirabel, Kornéli Bíborka, Bondorea és Iván Abigail, és a sorrend, az idejük is nagyszerű a gyerekeknek, és akkor jöhet a mester, és íme a lassítás, hát itt ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, nemhogy a versenybírók, akik ott állnak és álljú szemekkel, stopperrel a kezükben mérik az időt, hogy ki mikor ér célba, hát bizony ez nehéz volt eldönteni. Óriási verseny volt itt a második futamban. A hátúszás résztvevőjét indított a sárközőmi csednek Mónika, egyes pályán Iván Árven, kettesen Sztuhár Petra, hármason Nagy Anna Csenge, négyesen Vacula Anna. Na nézzük, hogy ki ér elsőnek a célba, nem kell célfotó, hiszen íme a győztesünk, a kettes pályánúszó Sztuhár Petra, 65 versenyzője, és lehet látni a feliratból Sztuhár, Vacula, Nagy Anna és Iván Ervan a végső sorrend. Igaz, a negyedik helyezett most ér célba, de óriási vastapsot kap a kedves szurkolóktól, nézőktől.
Én még azon is csodálkozom, hogy ezek a 4-5 éves gyerekek tudják, hogy merre kell úszni. Hihetetlen ügyesek, úgyhogy le a kalappal előttük. A másik futam résztvevő, egyes pályán Kornéli, Bíborka, Bicske, Bondor, le a kettesen, Újbarok, Cing, Mirabel, Zsámbékek versenyző, hármason is, Iván Abigail 4-es pályán úszik a csapdiak versenyző, és már meg is van az első Bondor, le a második Cing, Mirabel, harmadiknak pedig Kornéli Bíborka úszott, negyediknek pedig Iván Abigail csapott a célba. Na tehát ez volt a leányok hátúszásának a két futama, láthattuk és jöhetnek itt is a gratulációk. Gondol Leának gratulál anyukája, hiszen Lea csak nem 2 másodperccel, tehát egy testhosszal nyert itt a hátúszást az óvodások versenyében. Fantasztikusan úszott, íme a győztesünk. Gratulálunk neki is, mint a többieknek ugyanúgy. Na kérem, nézzük akkor a következő versenyszámot, hiszen hátúszás fiú részvevőt láthatjuk. 4 a vízben, Fuchs Tétény, Tóth Békevári, Filip, Ványi, Nándor és Keskeny Ákos. Itt pedig Keskeny Ákos, itt a 4-es pályán, 10-60-as idővel, remek idővel nyerte meg, csapott a célba. Íme a végeredmény, Keskeny, Ványi, Nándor, Tóth Békevári, Filip és Fuchs Tétény a sorrend. Ideje is nagyon jó a Bicskei versenyzőnek, és itt van apukája, aki gratulál. Itt pedig a zsűri tanácskozott egy pillanatra, illetve egyeztetik minden futam után az időeredményeket, ez így természetes. Itt pedig már újabb 3 versenyző hátúszását látjuk, egyesen Osgyányi Fülöp, kettesen Mező Dávid, hármason Papp Benet, első Biai, második Herceg Harmi, a harmadik versenyző pedig 60-ból jött ide, és már célba is ért. Érkezés 3-as pályán Papp Benet, a 2-es pályán pedig Mező Dávid ért be másodikként, majd harmadiknak ért célba Osgyányi Fülöp. Még az előfutamra visszatérve szeretném kiemelni Keskeny Ákos úszását, hiszen 3 másodpercet vert a másik helyzetre. Sőt, így összetettben az eredménye 2 másodperccel jobb, mint a most látott Papp Benet ideje, 12.69-nek. Itt pedig már újabban gyors úszást láthatjuk a lányoknál, aki célba ér, az első helyzet, Stuhár Petra, 60-as versenyzője, másodiknak Vacula Anna, itt a 4-es pályán, harmadiknak pedig az 1-es pályán Nagy Anna Csenge, és negyediknek érkezik Iván Árven, íme a végső sorrend, és itt szintén jöhetnek a gratulációk, Kiki maga módja szerint, hiszen ez a kislány valószínű, hogy nem elégedett az úszásával, mi természetesen elégedettek vagyunk, mert nagyon ügyes volt. Itt pedig Kiki maga módszerével ugrik be, illetve csobban be a vízbe, Kornéli Bíborka, Cing Mirabel, Iván Abigail, a 3 pálya, 3 versenyző, és itt is célfotó dönt. Hát bizony, bizony, óriási volt itt is a befutás. Na nézzük, lesz-e lassítás ebbe a versenyszámból, mert ezt bizony eldönteni így én nem tudtam, pedig néztem, na íme, hát a középen Cing Mirabel futott be elsőnek, 14-14-el, másodiknak a Iván Abigail a 3-as pályán 14-0-0-val, és amíg a lassítást néztük, hogy előző futamban ki lett az első vagy a másik, addig itt a fiú gyorsúszás már le is zajlott, a 4-es pályán Papp Benet volt első, a 60-es versenyzője 1-es pályán Keskeny Ákos második, 11-11-el, a harmadik helyen Tóth Békevári Filip, Tatajek versenyzője végett, végzett 13-08, és negyedik helyen Ványi Nándor. Most ezek után kapcsolunk a helyszínre az eredményhirdetésre.
Tomi, kerékes! És akkor az óvisok érem átvétel után jöjjenek az első korcsoport részvevői, Lány mellúszás 25 méteren,
Egyes pályán Orbán Anna 60-ból, Hinc Janka szintén 60-ból jött, Németh Csenge, Vál Neveltje, négyes pályán Kornéli Panna, ő pedig bicskei kötődésű, bicskei lakos. No kérem, akkor nézzük, hiszen a kettes pályán nagyon jól úszik Hinc Janka, 2009-es születésű, de bizony az egyes pályán is nagyon jól úszik Orbán Anna. Ez is a sorrend, igaz, Vakán Gyula oktatótól, versenybizottság tagjától nem nagyon láttunk, de ez mit sem zavarja az úszókat, hiszen elsőnek Hinc Janka érkezett, másodiknak Orbán, harmadiknak Kornéli Panna, és negyedikként érkezett be Németh Csenge. Itt pedig már a második futam résztvevői, egyes pályán Simon Jamina, kettesen Buchhoffer Mária, hármasan Sabján Patricia, és négyesen Solymosi Sára úszik, és ahogy elnézem, Solymosi Sára Csákvárról nagyon jó ütemben halad itt a hármas pályán Sabján Patriciával, ők ketten nagy versenyt futnak, és hajszállal, de a csákvári versenyző 29-63-mal csak célba, másodikként pedig a bicskeiek versenyzője 30-12-es idővel itt van. És akkor itt vannak a harmadik futam résztvevői, Jármi Eszter egyesen, Torma Somodi Zoé a kettesen, hármason pedig Bokros Bianca, valamint négyesen Lebics Orsolya. Nézzük a kettes pályán, remekül úszik Torma Somodi Zoé, tartja is első helyét, és lassan célba ér, ime közel a célhoz, a 25 méterhez, nagyon nagy az előnye Zoénak, és 29-32-vel csapott a célba, és ez összetétben is az első helyet jelentette Torma Somodi Zoénak. Nagyszerű, ilyen úszott Zoé másodikként csapott célba, a négyes pályán Lebics Orsolya, egyeki versenyző, harmadiknak Jármi Eszter, Tabajdról jött, és negyedikként érkezett be Bokros Bianca. Pedig már vízbe csobbantak az első korcsoport fiú mellúszás résztvevő, egyesen nagy Békény András, kettesen nagy Levente, hármason Pénzes Hunor, négyesen Ádám Brandon. No kérem, nézzük, az egyes pályán nagyon jól úszik a tatabányaiak versenyzője, és elsőnek ér célba 22-38-as idővel, másodiknak kettes pályán nagy Levente, 60-i versenyző, hármas pályán Pénzes Hunor bicskéről, Ádám Brandon pedig 60-ból érkezett versenyző, csap be itt a legalsó pályán, negyedikként célba 36-85-ös idővel. Természetesen minden futamnál segítjük önöket az eligazodásban, hiszen felirattal látjuk el itt a futamok végeredményeit. No kérem, akkor ez a második futam, az első korcsoport mellúszásában egyesen Finta Patrik, kettesen Hirszky Botond, 60-ek versenyzője, hármason Kis Dominik Etyekről, négyesen Fuchs Ákos bicskéről, nagyszerűen úszik Kis Dominik, óriási az előnye, és nagyon jó az ideje, 22-34-el csapott célba itt mellúszásban 25 méteren, és valamikor nagyon későn érkezik ott, igen, a kettes pályán Hipszki Botond, másodiknak a négyes pályán Fuchs Ákosért célba harmadikként, és negyedikként csapott célba Finta Patrik, íme a sorrend. Hát bizony ez óriási úszás volt Kis Dominik részéről, aki utcahosszal nyerte meg itt a 25 méteres versenyt a mellúszásban. Harmadik futam résztvevői Getvai Máté 60-ból egyes pályán, kettesen Körtélyesi Szilárd Válból, hármason Vasas Levente, négyesen Kontra Szabolcs Etyekről. Na nézzük, itt is úgy néz ki, hogy a kettes pályán Körtélyesi Szilárd Váliak versenyzője remekül úszik, hogy ez mire lesz elegendő, majd meglátjuk összetetben. Első tehát Körtélyesi Szilárd, másodiknak az egyes pályán Getvai Máté, harmadiknak a négyes pályán Kontra Szabolcs, és negyedikként csapott célba Vasas Levente. Vasas Levente bicskelyek versenyzője, lehet látni a feliratból. Nagyon jó verseny volt, itt is csak úgy, mint az előző kettő. No kérem, és akkor következik, ha jól látom, az utolsó futam, a negyedik futam, itt a fiúk mellúszásában, egyesen Császár Csanát, 60-ból, kettesen Finta Olivér, hármason Nagy Barnabás. Nagyszerűen úsztik mind a három versenyző középen, egy kicsit Finta Olivér egy kicsit lemarad, de a hármas pályán Nagy Barnabás itt remekül jön a kép legalján, remekül mellezik, és csap a célba,
26-66-tal, ez sajnos nem elég a dobogóra. Itt van Nagy Barnabás Válért versenyzője, Császár Csanád 65 versenyzője, és végül Finta Olivér Mányak versenyzője ér célba 33-31-el. Óriási volt az érdeklődés a verseny iránt. 16 községből, illetve városból ideérkező gyerekek nagyszerű verseny produkáltak. Először került megrendezésre csak amatőr versenyzők meghívásával rendezvény, amelyen 155 úszó számba neveztek be a fiatalok. 5 korcsoportban mérhették le úszótudásukat, mutathatták meg tehetségüket. A leányok hátúszását látjuk 25 méteren, egyes pályán Orbán Anna 60-ból, kettesen Hinc Janka, 60-i versenyző Bokros Bianca, 3-ason tatai versenyző Tóth Békevára Liliana. Igen, láthatjuk, ő ért célba elsőként a tatajok versenyzője, még az ideje is nagyon jó, hiszen 21-22-t úszott Liliana, másiknak az egyes pályán Orbán Anna, harmadikként ért célba Hinc Janka a kettes pályán, és negyedikként ért célba Bokros Bianca, tatajok versenyzője. Hát, hogy Tóth Békevári Liliának ez az eredmény mire lesz jó, ezt majd meglátjuk, hiszen ez csak az első futam volt, jön a második futam, egyes pályán Simon Jamina 60-ból, Maksa Martina 60-ból, Németh Csenge Válból, Kornéli Panna Bicskéről érkezett, és nézzük, hiszen Simon Jamina az egyes pályán nagyon jó háton, nagyon jól úszik háton, de ahogy elnézem, itt bizony a négyes pályán Kornéli Panna szorongatja a torkát, és Simon Jamina csapott be elsőnek 27-60-nal, másiknak Kornéli Panna 29-9-el, harmadiknak a hármas pályán Németh Csenge, és negyedikként csapott célba Maksa Martina a 65 versenyzője 37-35-tel. Igen, és akkor következik a harmadik futam, itt már mindössze 3 versenyző fog szerepelni. Egyes pályán Solymosi Sára Csákvárról, kettesen Jármi Eszter Tabajdról, hármason Sabján Patrícia Bicskéről. Na nézzük, hogy ki hogyan úszik háton. Mi az egyes-kettes pályát látom, nagyon jól úszik mindkét versenyző, egy kicsit a hármasra lemaradva úszik a Bicskek versenyzője, így is van a sorrend, nem is változik, hiszen remekül tempózott Solymosi Sára is ért be célba, Csákvárok versenyzője, második pedig Jármi Eszter Tabajdról, Sabján pedig a harmadik ebben a futamban. No kérem, összetettben viszont elsőt Békevári Liliana, második Orbán Anna 60-ból, harmadik helyen, tehát dobogóra léphet majd fel Solymosi Sára, a Csákváriak versenyzője, aki itt harmadikként, illetve itt megnyerte ezt a futamot, de összetettben 24-62-vel ez a harmadik helyre volt elegendő. Na nézzük akkor a fiúk versenyét, hiszen a fiúk hátúszását láthatjuk, annak is az első futamát Nagy Levente az egyesen 60-ból, Kis Dominik Etyekről a kettes pályán, hármas pályán Ádám Brandon 60-ból, és Gyetvai Máté szintén 60-ból érkezett, és bizony az első egyes pályán Nagy Levente remekül csúszik be a célba a 20-61-en, nagyon jó az ideje, második helyzet Kis Dominiknak is nagyon jó, Egyekről 22-76-tal ér célba, 22-90-nel harmadik Gyetvai, és Ádám Brandon 38-50-nel most ér célba. Hát igen, hogy ez mire lesz elegendő, hamarosan megtudjuk, mert itt is 3 futam van. Ez volt az első futam, nagyon jól úszott a 60 és az egyekiek versenyzője, esélyük van a dobogóra felkerülni. Na nézzük akkor, hogy a másik futamban kik úsznak. Egyes pályán Nagy Barnabás 60-ból, Hipszki Boton 60-ból érkezett, hármason Tóth Békevári Filip Tatáról, és négyes pályán Finta Olivér Zsámbékról érkezett, és ahogy elnézem, a kettes pályán Hipszki Boton úszik, nagyon jól hátazik, igaz, mellette az egyesen Nagy Barnabás szorongatja őt, de végül is a kettes pálya győz 23-92-vel, egyes pályán Nagy Barnabás másodikként csapott célba, és a négyes pályán Finta Olivér harmadiknak, és végül is a hármas pályán úszó Tóth Békevári Filipei negyedikként ért célba, 29-35-ös volt az ideje. Na akkor nézzük a harmadik futam résztvevőit. Vasas Levente egyes pályán, Csaddiról Császár Csanád 60-ból kettesen,
hármas pályán Körtélyesi Szilárd várból érkezett. A kettes pályán úgy nézem, hogy nagyon jön Császár Csanád a cél felé, hiszen 25 métert úsznak itt is a versenyzők a első korcsoportban. És nagyon jól úszott be, bizony nagyon jól úszott be 60-as versenyzője Császár Csanád. Az ide is remek, igaz összetett, csak a harmadik helyre elegendő, hiszen 22-83-at úszott. Nála jobbat úszott Nagy Levente is a 60-ból. 20-61-el, és Kis Dominik is egyekről 22-76-tal, de végül is Császár ezt a futamot megnyerte. Itt pedig némi tanácskozás van, Imre Zoltán is ott van a sárga mezben, a 60-iak kísérője, úszóktatója, itt pedig némi eligazítás Sárközi Nécsetnek Mónika részéről. No és akkor nézzük, hogy a következő futamban kik szerepelnek, hiszen gyorsúszás következik 25 méteren. Leányok első futamának a résztvevőt látjuk, egyesen Orbán Anna 60-ból, Hinc Janka 2-esen 60-ból, 3-ason Kornéli Panna, Bicskérő, Solymosi Sára, a 4-es pályán Csákváriak versenyzője, és ahogy látom az 1-es pályán remekül úszik Orbán Anna a 60-ek versenyzője, de jó ütemben, és nagyon nagy magabiztossággal nyerte ezt a hozt. Másiknak itt a 4-es pályán Solymosi Sára ért be Csákváról, 2-es pályán Hinc Janka érkezett harmadiknak, és most érkezik negyediknek Kornéli Panna, a Bicskelyek versenyzője. Nagyon ügyesek voltak a csajok. Fantasztikus iramot diktáltak íme a végső sorrend Orbán, Solymosi, Hinc és Kornéli Panna. Na tehát is akkor jöhetnek a második futam résztvevői. 1-es pályán, itt még a egyik kis csemetét látjuk, 1-es pályán Simon Jamina, 2-esen Maksa Martina, 60-ból jöttek ők, Fabián Patricia Bicskéről, a 3-ason, 4-esen pedig Németh Csenge, Váljak versenyzője, és ahogy látom megint az 1-es pálya az erőnyerő, hiszen remekül úszik gyorsan a 60-es versenyzője Simon Jamina, és csap célba 23-32-vel, 3-as pályán Sabián Patricia Bicskéről, Sabján Patricia remekül úszott, megszerezte itt futamában második helyet, és a 4-es pályán Németh Csenge csapott be harmadiknak, valamint negyediknek, a 2-es pályán Maksa Martina. A következő harmadik futam résztvevői Lebics Laura, egyekről Szentérmai Boglárka Mányról, 3-ason Tóth Békevári Liliana Tatáról, 4-esen Jármű Eszter Tabajdról. És ahogy elnézem, a 3-as pályán Tóth Békevári Liliana csapott be célba Tatők versenyzője. Remek az idő 19.59-el, íme a feliratból is lehet látni, ő csapott be elsőnek, másiknak a 4-es pályán Jármű Eszter, 2-es pályán Mányak versenyzője harmadik, és negyediknek csapott be Lebics Laura. Az utolsó futam résztvevőit csak 2 versenyző szerepel, Lebics Orsolya egyekről, a 2-es pályán és a 3-as pályán Torma Somodi Zoé Zsámbékök versenyzője úszik. Amint nézzük és látjuk, a 2-es pályán nagyon megúszott Lebics Orsolya az egyekek versenyzője, és ért célba 20.45-tel, második Torma Somodi Zoé Zsámbékök 26.78-al. Na kérem, ez volt a leányok gyorsúszása, és akkor következik a fiúk gyorsak. Itt is 3 futam lesz, illetve itt csak 3 futam lesz ellentétben az előzővel. 1-esen Nagy Békény András Tatabányáról, 2-esen Nagy Levente 60-ból, 3-ason Vasas Levente Csapdiról. Nagyon nagy a verseny kettő között, az 1-es és a 2-es pálya között. Én a 2-es pályán ért célba Nagy Levente 18-64-jel. Ez nagyon jó idő, összetettben is remek időt úszott, tehát összetettben is van esélye oda dobogóra állni. Itt még Vasas Levente Csapdák versenyzője csapott be célba harmadikként. Másiknak Nagy Békény Andrásnak az ideje 19.77 volt. Itt meg a másik futam résztvevői, Nagy Barnabás, az 1-esen, 2-esen Hipszki Botond, 3-ason Kis Dominik, 4-esen Finta Olivier Zsámbékó. És amint elnézem, az 1-es pályán nagyon jól úszik Nagy Barnabás, és Kis Dominik is, hiszen 3-as pályán egyekek versenyzője csapott be másiknak, 2-es pályán pedig Hipszki Botond 3., 4-es pályán Fint Olivier Hámbékek versenyzője ért célba 4., ő ideje 24-29 volt. Itt a másik futamból 22-07-tel Hipszki Botondnak van esélye, hogy oda a dobogóra álljon, hogy
melyik fokára, azt majd hamarosan meglátjuk. Itt még az utolsó futam részvőt látjuk, Császár Csanád 60-ból, egyesen, kettesen Gyetvai Máté 60-ból, és hármas pályán Ádám Brandon 64-jak versenyzője. Itt, amint elnézzük, az egyes, kettes pálya vív nagyon nagy csatát az első helyért, igen, a kettes pályán Gyetvei Máté csapott a célba 20-89-et, ez sajnos nem volt elég a dobogóra, a felálláshoz. Másodiknak Császár Csanád 22-65-tel, és végül harmadikként ért célba ebben a futamban Ádám Brandon 61 versenyzője 29-84-jel. Na tehát ez volt a fiúk gyorsúszása. Most pedig kapcsoljuk a helyszínt, az ünnepélyes díjátadást tekinthetjük meg. Leány amatőr versenyzés, harmadik lett Sorján Kati.
korcsoport eredmény hirdetéséről készült felvételünk. Legtöbben az első korcsoportban az első, másik osztályos tanulók 75 számban. A második legnépesebb csoport az ovisoknál volt, hiszen ott 39 számban versenyeztek a gyerekek. Minden korcsoportban az első három helyezett oklevél és éremdíjazásban részesült. Szép számú közönség előtt megrendezett versenyt Sárközené Csetnek Mónika pedagógus vezényeltele. Segítői voltak Szolnokiné Katona Magdolna, Vakány Gyula, Rehák Zsoltné, Rúdiré Kaposvári Ágnes és Kónya Endre, valamennyien úszóoktatók. Na és akkor elkezdődött a másik korcsoport versenye. Majdnem lemaradtunk a felvételünkkel, mellúszás, kettes pályán Őr Eszter, hármason Sárközi Flóra, négyesen Mező, Marcsi, no kérem, és már célba is értek, 25 méter még itt is a táv, elsőnek érkezett Őri Eszter, 19.67-tel, második Sárközi Flóra, 23.72-vel, és harmadik helyen Mező, Marcsi, a csákváriak versenyzője ér be, íme lehet látni a harmadikként célbaérő, Mező Marcsit, akinek ideje 37.94 volt. És akkor már mennek is tovább a versenyek, hiszen mellúszásban 25 méterre mérik össze tudásukat a fiúk, egyes pályán Vacula Zsombor, kettesen Száz Gergő, hármasan Buhafer János, négyesen Pér Kontra Dávid. No kérem, lehet látni, hogy itt a kettes pályán remekül úszik Száz Gergő, a csapdiak versenyzője, és ér célba. És nézzük az egyes pályán Vacula Zsombort, hiszen ő ér célba elsőnek, mert bizony Buhafer János elfelejtett célba csapni, és így másik Vacula, harmadik Buhafer János, negyedik Kontra Dávid, a biskelyek versenyzője. No kérem, ennyi volt a fiú amatőr 25 méteres mellúszás végeredményét, egy futamot rendeztek. És itt pedig már a 25 méteres hátúszás részveit látjuk leányoknál. Sárközi Flóra a kettes pályán, Őri Eszter a hármas pályán, négyesen pedig Mező Marcsi, és már lehet is látni, hogy hármas pályán Őri Eszter utcahosszal nyeri ezt a távot 19 másodperccel. Első, második nagy remek idővel Sárközi Flóra ért be, szintén bicskek versenyzője és Mező Marcsi, a csákváriak versenyzője, igaz ő mellúszásba, de ő is célba ért itt az egyes pályán. No kérem, ennyi volt a 25 méteres hátúszás résztvevőinek a úszása, itt meg a versenybizottság tagjait látjuk egy pillanatra újból, időmérésekkel van elfoglalva, illetve volt elfoglalva. Következik 25 méteren szintén másik korcsoport résztvevői, a háton, fiú háton, Körtélyesi Rihárd a kettes pályán, hármason Száz Gergő, Bicskéről, Körtélyesi 60-ból jött, negyedes pályán Buhafer János, Budajenőről jött, és bizony nagyon nagy a verseny, talán a célfotó fog dönteni, mert bizony remek az idő, szoros a küzdelem, 24 körül idővel fut be mindegyik versenyző, Körtélyesi első, Buhafer második, Száz Gergő a harmadik. Nagyszerű versenyt láthattunk mind a három úszó részéről, nagyszerű volt, ahogy úsztak a fiúk. Elsőnek a ideje is nagyon remek, hiszen 24.67-et úszott Körtélyesi. Következő verseny a gyorsúszás résztvevői. Egyes pályán Robotka Lídia, kettesen Sárközi Flóra, hármason Szentírmai Virág, négyesen Őri Eszter. Őri Eszter már célba is csapott, az ideje 15.01, elképesztő. És itt van másodiknak ért célba Sárközi Flóra, 20.69-el. És harmadiknak ért célba Szentírmai Virág, a Mányiak versenyzője, 24.63-a. Remek időt úsztak ezek a lányok itt a másik korcsoport résztvevői közül. Úgy Őri, Szentírmai, mint Sárközi Flóra is. Nagyszerű volt az úszásuk. És már vízbe is csobbantak a 25 méteres gyorsúszás fiú résztvevői, egyesen Körtélyesi Rihárd, Válból, Száz Gergő Bicskéről, és hármas pályán Buhafer János Budajenőről. Húha, itt is nagyon nagy a iram, és szoros a küzdelem. 20-21 másodpercet úszik egyes, kettes és a hármas pálya a sorrend. Így van, a befutó Körtélyesi Rihárd volt első, 20-92-vel, másodiknak érkezett Száz Gergő 21-03-mal, és Buhafer János Budajenőről érkező úszó 21-94-jel lett harmadik. Itt pedig ketten csobbantak a vízbe. Vízbe egyes pályán Vacula Zsombor Vértesacsáról, kettes pályán Kontra Dávid Bicskéről érkezett.
egyes pálya már is egy testhosszal vezet, Vacula Zsombor talán azért úszik, hogy dobogóra fölkerüljön, hiszen 5 versenyző van, és bizony nehéz oda felférni, bizony, mert ideje 22.55 ugyanezt a futamot megnyerte, de nem került föl időeredményével a dobogóra, hiszen Buhafer János az előző futam harmadik helyzetje állhat majd föl eredmény hirdetésnél oda a dobogó harmadik fokára. Óriási volt az érdeklődés a 8. bicskei úszóverseny iránt is, mint minden bicskei napokon az elmúlt 8 évben óriási érdeklődés kísérte versenyeinket. Most is több mint 150-200 nézője volt a 150 versenyszámnak, és akkor elindultak az 50 méter mellúszás leány résztvevői, Nagy Dóra a Biatorbágyról, a 2-es pályán, 3-os pályán pedig Mező Kinga Csákváról. Majdnem egyformán fordultak, de bizony Nagy Dórának még arra is van ideje, hogy balra nézzen, nézz ellenfelét, hogy hol jár. Hát bizony egyelőre biztos, maga biztosan vezet, mint egy fél méter, egy méter a távolság kettőjük között. Jól úszik Nagy Dóra, és biztosan halad a cél felé. Ideje is jónak tűnik, hiszen remekül tempózik, és ér célba 51-21-el, és 5 másodperccel később Mező Kinga is célba csap 56-53-mal. Most pedig kérem, hallgassuk meg a 61 csapat kísérőjének a nyilatkozatát. Kedves nézőknek bemutatom Imre Zoltánt, a 61 csapat kísérőjét. Kedves Zoli, mi a véleményed erről a mai versenyről? Abszolút. Milyen benyomást keltett a bicskei úszóverseny? Abszolút nagyon jó benyomással vagyunk róla. A gyerekek nagyon élvezték a versenyt. Igen. Egy nagyon jó családias, jó hangulatban zajló versenyben vehetünk részt, hogy ez látom, és nagyon szépen meg szeretnénk köszönni a részvételt és a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, jó? További sok sikert nektek! Köszönjük szépen! Elnézést kell, hogy kérjek a rövid riportom miatt, majdnem lemaradtunk az 50 méteres mellúszás végeredményéről, hiszen Béci Balázs az 1-esen, Váradi Pati 2-esen, Pacs Péter a 3-ason, 4-esen kontra Imre úszott, és a sorrend pedig 1-esen Béci Balázs lett az első, másik a 3-os pályán Pacs Péter, és a 2-es pályán Váradi Pati lett a harmadik, és már vízbe is ugrottak az 50 méteres mellúszás fiú résztvevői, 2-es pályán Golyán Péter bicskéről, a 3-os pályán pedig Őri Gergely, a bicskelyek, szintén a bicskelyek versenyzője úszik, íme a feliratból is lehet látni, hogy remekül sikerül Golyán Péternek a fordulás, illetve Őri Gergely is. Őri Gergely pedig már vezet elég meggyőző fölénnyel. Nagyszerű versenyeknek lehetünk szemtanúi, hiszen valamennyi verseny számban nagy volt a küzdelem, az első korcsoport, illetve a nulladik korcsoportban az óvodások versenyét nagyon nagy nézettség övezte, tehát szurkoltak is a kedves szülők és szurkolók, akik kín voltak nagyon a csemetéknek, a gyerekeknek. Na akkor a következő futam, szintén a harmadik korcsoportban vagyunk, 50 méteres hátúszás részvevőt látjuk, 2-esen Nagy Dóra, a Biatorbágyiak versenyzője, 3-ason pedig Mező Kinga. Hát egyelőre Mező Kinga egy kicsit gyengélkedik, mint a többi számban is, de legalább a küzdeni tudása, küzdeni akarása itt van érvényesül. Itt pedig egy szép fordulót látunk Nagy Dóra részéről, aki meggyőzően és nagyon szép stílusban ússza a hátúszást. Éme Mező Kingának a fordulóját láttuk egy pillanatra, még őt kísérjük a kameránkkal, de már megyünk is az első helyre törő és nagyon szépen úszó Nagy Dórára, a Biatorbányok versenyzője célba is ért, ideje is nagyon jó idő. Mi lett volna még, hogyha van komoly ellenfele, ez a 48-89-es idő, akkor még jobb lehetett volna, és akkor jöhet a gratuláció anyuka részéről, hiszen remekül úszott Dóra. És akkor nézzük a hátúszás résztvevőt, hiszen a fiúk 50 méteres hátúszását láthatjuk. 2-es pályán Krajcár Péter, 3-ason kontra Imre, 4-esen Béci Balázs úszik. Ők mindhárman bicskei versenyzők, és Béci Balázsnak sikerült legjobban a fordulás, elsőként csapott célba. Hát bizony itt a 3-as pályán kontra Imre egy kicsit küszködött a váltásra, de még így is tetemes az előnye. Hát itt bizony az a kérdés, hogy itt a 2-es pályán Krajcár Péter
tud-e újítani és tud-e frissíteni, utolérje kontra Imrét, hiszen Béci Balázsnak az elsősége nem forgott veszélyben, ideje remek, 42-55, és íme, véghajrá, Krajcár nagyon jól hajrázik, és csap be másodiknak a célba, megelőzte kontra Imrét, akinek még 25 méternél nagyon nagy volt az előnye. Meg is érdemli a második helyet Krajcár. A fiú hátúszás részkörét látjuk, 2-3-as pályán a két fiú, Őri Gergely a 2-esen, 3-ason pedig Golyán Péter, és a két szélső pályán pedig a két nyúl úszik, hiszen Őri Eszter és Németh Lili is kipróbálja, hogy mit tudnak. Igaz, ők versenyen kívül úsznak, de egyelőre Kenterbe verik a fiúkat, íme első 1-es pályán Németh Lili fordul, majd Őri Eszter másiknak, a két fiú pedig egyelőre le van maradva. Ők egymással versenyeznek, hogy kifut jobb időt, hiszen 2-es pályán egyelőre Őri Gergely látszik jobbnak, hiszen jó is az ideje, de elsőnek ennek ellenére mégis a lányok érkeznek be az 1-es pályán, illetve a 4-es pályán, másiknak itt pedig a fiúk versenyében a 2-es pályán elsőnek érve, Őri Gergely 42-45-tel, hogy Golyánnak az ideje pedig 44-50. Hát ez volt a fiúk hátúszásának a versenye, láthattuk jó versenyt hozott, itt pedig a lányok már partról nézik a fiúkat, hogy hogyan másznak ki a medencéből, és ne felejtjék, hiszen két klasszist láttunk itt úszni, íme a két bicskei kislány, Őri Eszter és Németh Lili, velük majd itt műsorunk végén csinálok egy-két kérdésből álló riportot. Itt pedig már a gyorsúszás részvevőit látjuk, hiszen Babos Regő a 2-es pályán, 3-ason pedig Pacs Péter, mindkettő versenyző bicskei, 2-es pályán remekül fordult Babos Regő, Szent László iskola tanulója, másodiknak Pacs Péter, az 1-es pályán pedig Nagy Dóra úszik, hiszen a lányoknál, illetve nála nem volt ellenfél, így tehát ő biztos első az 1-es pályán, de nézzük a 2-es pályán úszó Babos Regő idejét, hiszen ő csapott be elsőként célba 37-27-tel, második Pacs Péter 39-97-tel, és az 1-es pályán érkező Nagy Dórának az ideje 43-11 volt. Műsorunk végén a fiúk 50 méteres gyorsúszását láthatjuk, 3-as pályán Őri Gergely, 2-esen Golyán Péter, és versenyen kívül úszik a 4-es pályán Németh Lili, országos diákolimpia második helyzet versenyző, és nem lehet kérdés, hogy ki nyeri a versenyt, de a fiúknál Őri lett első, második Golyán Péter. A 36. Bicskei napok 8. Bicskei úszóversenye ezennel véget ért. Reméljük, hogy műsorunkkal nagyon sok nézőnek okoztunk egy kis örömöt. Köszönjük a versenyzőknek, a rendezőknek, a támogató önkormányzatnak és az úszoda dolgozónak, hogy egy ilyen színvonalas úszóversenyen örvendeztek meg bennünket. Most pedig kapcsoljuk a helyszínt az ünnepés eredményhirdetésre. Azután pedig néhány interjút láthatnak egy-két úszóval. Végezetül köszönjük megtisztelő figyelmüket! És első lett, törvényes, és
fokra. Gratulálunk! Fiú átutás következik! Harmadik lett Szár Gert! Második lett Buhoffer Ján! Első lett gratulálunk! Második korcsoport nőinél, harmadik lett Mezőmár. És első lett Őri Eszter. Gratulálunk! Fiú Melusát! Harmadik lett Hatula Zsomb. Második lett Buhoffer Ján. És első lett Szár Gert. Minden van Gert. Van a Gert. Gratulálok. Gratulálunk! Negyedik korcsoport filmet! Második olyan Péter! Első lett!
szállunk. Harmadik kocsoport, leánygyorsúzás, első lett nagy túra. Csinál. Hát ezt lehet fokozni? Melyik csoportba indultál? Harmadik. Harmadik van? És a diákolimpiába hogy állsz? Hát. Oda nem jutottál be? De. Döntőbe? Nem. Na, sok sikert neked. Nézzük a következőt. Bronz. Hadd nézem a bronzot. Igen, kettő. Ki vagy? Mező Mária. Jó, és jövőre remélem szebben csillog majd az ezüst meg a arany, ugye? Jó, legyen úgy. Nézzük. Te ezüst? Nagyszerű. Ki vagy? Mező Kinga. Jó, és ezt jövőre? Arany. Aranyá formában? Jó, nagyszerű. Bronzod vagy? Igen. Bronzod van, hadd nézzek. Igen. És jövőre? Milyet szeretnél? Arany. Ez egy aranyad? Jó, legyen úgy. Mit van? Arany, ez is bronz. Húha. Három arany szebben csillogna. Jövőre? Minden arany. Mind arany lesz? Jó van, legyen. Eszter, hadd nézzem, mit szereztél? Aranyat bonts már ki, három arany. Jó, nagyszerű. Eszter, diákolimpiából hogy az? Jól. Hanyadik lettél diákolimpia országos döntőben? Ide néz. Országos? Negyedik. Negyedik lett az országos döntőben? Szeretnél, remélem, szeretnél jobb eredményt elérni. Mi is milyen lennél elégedett? Aranyjal. Na legyen akkor úgy. Megyei, bocsánat. Jó, semmi baj. Majd korrigálom. Geri, három arany, azt a mindenit. Nagyszerű, gratulálok. Te hogy állsz a megyei döntőben? Diák olimpián? Harmadik lettem a megyeiben. Megyei, országosra? Megyei. Országosra nem jutottál be? Ugye? Igen. Jó. Megyei, hanyadikok lettetek? A gyorsváltóval a srácok a harmadik. Harmadik? És jövőre is tudsz végindulni ebben a számban? Szerintem igen. Belefész? Remélem jobb eredményed lesz jövőre.
Remélem jobb eredményed. Milyennel lennél elégedett? Hát, második is jó lenne. Második lenne? Jó, sok sikert. Országos döntőben voltál Debrecenben. Hanyadik helyen végeztél? Második. Második? Nem lehetett volna jobb egy kicsit? Hát. Mennyire maradtál az elsőtől? 2 másodperccel, az azért elég sok, szerintem. És hol edzel, hol készülsz a versenyre? Török Bálinton. És robott a víz, mint itt Bicskén? Hát az edzés okok? Más jellegű. Ott tanulsz talán? Ott tanulsz, vagy mi? Nem, itt tanulok, csak ott ilyen erősebb edzések vannak. És igen? Ki az edződ ott? Takács Izre. Jó edződ? Igen. Jó, és akkor jövőre még indulsz a Diákolimpián? Már nem indulhatok. Már nem indulhatsz? Nem. Jó, egyéb versenyeken. Itt most indultál? Nem, most nem. Miért nem? Ja, mert te profi vagy, bocsánat, te profi vagy, igen. Jó, sok sikert neked, Dili, a sportpályafutásodhoz. Köszi, szia!